Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manea vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Dombóvári magazinját látják. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Tartsanak velünk! Kultúrházak éjjel-nappal. Dombóvári programsorozat. Alzheimer világnap. Világszerte szeptember 21-én tartják meg. Dombóváriak a nagyvilágban előadássorozat. Ezúttal Lisszabonban kalandoztak. Első alkalommal Dombó túr. A kerékpárverseny az autómentes napra hívja fel a figyelmet. Kultúrházak éjjel-nappal kétnapos rendezvénysorozatot szerveztek a Művelődési Házban. A program keretein belül különféle foglalkozásokkal ismerkedhettek meg az ellátogatók. Az eseményen emléktáblaavatás, kiállítás megnyitó és különböző kézműves foglalkozások, valamint termelői standok is láthatóak voltak. Megemlékezés, színes programok és érdekességek a Dombóvári Művelődési Házban. Bemutatjuk most önöknek a kétnapos rendezvény eseményeit. Az eseményt a Kapostánc Együttes nyitotta meg. Kultúrházak éjjel-nappal program ez ebben az évben is megrendezésre kerül nálunk itt a Művelődési Ház falai között. Ez ebben az évben péntekre és szombatra koncentrálódik, nagyon sokféle programmal készültünk. A mai nap szombaton egy emlékezést tartottunk itt az előtérben. Nem véletlen a helyszín, hiszen egy olyan személyre emlékezünk, aki ebben az előtérben nagyon sokat megfordult. Gyakorlatilag itt élte az életét a családja mellett. Nyer Sándorné, Juhász Magdolnáról beszélek, aki 44 éves korában nagyon fiatalon távozott közülünk. Ennek is immár 31 éve. Magdi néni az idén lenne 75 éves, ezért találtuk most gyakorlatilag ezt, úgy gondoltuk, hogy ez az időpont lenne arra alkalmas, hogy méltó emléket állítsunk neki. Ugyanis, amikor ő meghalt, ennek a háznak ő volt az igazgatója. Most, a mai napon, férjével és a jelenlegi igazgatóval, Müller Ádámmal itt a mögöttem látható tablót leplezték le, valamint ugye itt Magdi néninek különböző fényképei láthatók, illetve egy rövid kis életrajza azoknak, akik esetleg nem ismerték volna. Igazából nem kisgyerekkori barátság, inkább majd mondhatom, hogy felnőttkori barátság volt ez. A táncos évek alatt kezdődött, és a táncos évek után mélyült el a barátságunk. Volt munkakapcsolat is köztünk, volt családi kapcsolat is. Tehát ez egy mély, igazán bensőséges jó barátság volt. Hát sajnos ő fiatalon meghalt. Olyan 18 a Magdinak az érettségi után levő munkájához kapcsolódtam én, mert akkor én még táncoltam, és akkor utána sokat voltunk együtt. Együtt jártunk haza, ő a munkából, én a táncórákról, és innentől kezdődött, tehát azért fiatalok voltunk. Orbán Zsoldos Anna Impressziók című kiállítása is nagy sikert aratott. A negyedik kiállításom lesz itt most Dombóváron ez a kiállítás, de ez talán a legszínesebb és változatos is, meg egy kicsit kiteljesedettebb az életkoromból eredően. Ha valami megtetszik, akkor szeretem lerajzolni vagy megfesteni. Voltam többször alkotótáborokban, és ott is készítettem munkákat, Dunaparton és Dunaszekcsön, meg hát több helyen az országban. A baptista tevékenység szeretett misszió is bemutatkozott. Mi a baptista tevékeny szeretett misszió újesség központjából jöttünk, ami Dombóváron az Adi utca 60 szám alatt található. Pszichiátriai szenvedélybetegekkel foglalkozunk nappali ellátás keretében. A mi intézményünk azért is egyedülálló, legalábbis Dombóvár életében, mert hogy mi minden nap nyitva vagyunk, tehát az év 365 napján lehet hozzánk jönni. Ettől a 8-tól 2-ig tartó időszakban. Az idősek szuperidőtöltő tevékenységeket hoztak el, valamint a saját termelésű zöldséggyümölcs sem maradhatott ki a sorból. Egy ulti nevű kártyajátékot játszunk.
Ezt lehet játszani négyesbe is. A szomszédasztal volt hármasba játsszák. Annyiféle változata van ennek a játéknak. Van úgynevezett rabló ulti, van a négyszínes ulti. Mi mindegyiket játsszuk. Amit nagyon sajnálok, hogy az ifjúság hiányzik így a köreinkből, mert az utánpótlás az nagyon nehéz, pedig egy roppant kreatív gondolkodásmódot igénylő játék, fejleszti, főleg így időskorban, mint jó magam is vagyok már, a gondolkodást, a koncentrációkészséget és a kombinatív készséget kegyetlenül. És nagyon jól érezzük magunkat, ez a lényeg. Tehát itt kialakult egy kis társaság, van, amikor vagyunk 8-10 is, de általában 7 ember az végig mindig megjelenik, és bizony igyekszünk minél sűrűbben játszani, tehát szeretjük a játékot éppen ezért, hétfőn is, 4 órától 8 óráig, szerdánként is, és pénteken is szintén ugyanígy, 4-től 8 óráig ultizunk. Méztermeléssel foglalkozunk, ez a fő profilunk, mellette van kertünk, szőlőnk, és akkor az ott megtermelt gyümölcsök, zöldségeket a feleségem elkészíti, és akkor, illetve nyersanyagként is áruljuk a piacon, és a lekvárok, szörpök, meg a savanyúságok is megvásárolhatók. Ez egy 1972-ben, tehát több mint 50 évvel ezelőtt alakult egyesület, és megpróbálunk az elődök nyomdokába haladni, és foglalkozunk zöldséggel, gyümölcsel, szőlővel, meg amit ezekből a termékekből elő lehet állítani. Vannak olyan tagjaink, akik csak saját célra termelnek, de hál' Isten van néhány olyan tagunk, akik azért piacra is termelnek. Itt felkérést kaptunk, hogy ebben a programban mutassuk be, hogy mivel foglalkozunk, és hát ebből az alkalomból vagyunk itt. Igyekszünk ezt úgy bemutatni, hogy egy kicsit látványos is legyen, és ha megkeresés van, kérdéssel fordulnak hozzánk, akkor megpróbálunk rá válaszolni. Szeptember 21-én tartják meg világszerte az Alzheimer napot. A Dombovári Senior Örömtánc csoport ennek alkalmából mutatta be táncaikat és a körmenetet. Alzheimer világnap szeptember 21-én a Művelődési Házban tartották meg ezen a napon az Alzheimer Cafét, amin dr. Takács Katalin Gyöngyi tartott előadást Királyné Miklós Zsuzsanna szociális munkással. A magyarországi Alzheimer létrejötte 2014 évéhez kötődik, és dr. Menyhárt Miklós egészségügyi szakmenedzser és szakorvostan, háziorvostan szakorvostól származik. Ő franciaországi példa gyanánt hozta Magyarországra a mozgalmat, amelynek vannak szigorú protokolljai, és gyakorlatilag ezt emelte át a külföldi benyomásait az ott tapasztaltak alapján. Győrbe kezdte el a ténykedését a meghatározott alapelvek szerint. Egy éves kifutási időt adott magának és a társainak, utána egy hatástanulmányt készített arról, hogy őszintén beszámolja, hogy mik voltak a buktatók, mik voltak a pozitívumok, a negatívumok a győri Alzheimer Café kialakulásával kapcsolatban. Vagy 8 éve már megalakult. Férjem a vezetője, Frucht Ferenc. Az elsők között végezte el ezt a tanfolyamot, ahol képzett szenior tánc oktató lett. Úgy hiszem, hogy itt Dombováron nagy örömmel járnak a hölgyek. Heti rendszerességgel jövünk. A legidősebb tagunk 94 éves, aki mindig ott van az órákon, és végig táncolja a másfél órás dolgot, és elkísér bennünket egynapos kirándulásokra is mindenhova. Úgyhogy ő a mi reklámunk, a Marika néni, úgyhogy fiataloktól kezdve időskorig. Nálunk inkább az idősebb korosztályban. Be is töltöttem a 94-et, most lépek a 95-be. Már ilyen nap volt, születésnapom is volt, meg névnapom is egy. Úgyhogy
Ennyit tudok mondani. Nagyon szívesen jövünk. Határozott koreográfia van, mindenkinek ugyanazt a lépést kell megcsinálni. Nyúlfartnyi a koreográfia, de azért nehéz megjegyezni, mert időnként az agyunk már tudja, de lábunk még mindig nem azt csinálja. De akkor jókat mosolygunk, úgyhogy el vagyunk, meg vagyunk. A képzést valósítsuk meg, mert a szenior táncnak az a lényege, hogy együtt, örömmel, szép dallamokra olyan mozgásokat tanuljunk meg, ami ezt a úgynevezett Alzheimer-kórt elhalasztja, távolabbra viszi, és minél tovább tudjunk együtt táncolni. Köszönöm a leányoknak, hogy eljöttek. Köszönöm a közönségnek, hogy hajlandó ránk időt szakítani. Az Alzheimer világnap van ma. Ennek keretében szerveztük meg itt a Művelődési Házban az Alzheimer kafénkat is, amelynek keretében egy előadást tartottunk kolléganőmmel, a szociális munkásunkkal. Itt az a magáról a mozgalomról beszéltünk, a betegségről, illetve a demencia programról, hogy a betegek a megfelelő ellátáshoz megfelelő időben hozzájussanak, és tudjanak ezekről a támogató rendszerekről. Ezt követően pedig itt volt ez az Alzheimer világnap alkalmából a Szenior Örömtánc, és most indult el a csapat éppen az Alzheimer sétára. Itt körbe fogunk sétálni, ez mindenhol a világon így történik a mai napon, és Magyarországon is sok városban az Alzheimer kafék szervezői sétát tartanak. Ezzel szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a demens betegeket ne bélyegezzük meg, és a társadalom tagjaiként megfelelően fogadjuk el. A Dombóváriak a nagyvilágban előadássorozat ez alkalommal Európa legnyugatibb fővárosába invitálta a Művelődési Házba érkezőket. Juhász Csilla Lisszabonban megtett 60 ezer lépéséről mesélt az egybegyűlteknek. A nyugalmazott tanár Juhász Csilla eredetileg a világ végére akart menni, erről tartott izgalmas előadást. A portugál kaland a Lisszabonban nevet kapta. Azért bonbon, mert hogy a bonbon egy nagyon kicsi, de édes desszert, és a mi lisszaboni tartózkodásunk nagyon rövid idő volt, de meghatározó élményekkel teljes nyilván. Mióta nyugdíjas vagyok, azóta szeretnék többet utazni, mint amennyit korábban tettem, és mindig van néhány barát, aki csatlakozik hozzám. Katánia volt az első ilyen út egy éve, és fél éve voltunk Lisszabonban 4 napra, 3 éjszaka, és most Rómába készülünk, szintén egy páran, akik úgy összefogunk. Otthonosnak éreztem, tehát elég hamar átveszi az ember azt a jó hangulatot, ami a lassúságot, azt a hagyománynak és a modernségnek azt a kusza együttlétét, és hát varázslatosak a csempék és a mozaikok, ami tulajdonképpen a leginkább célom volt, hogy lássam őket. Meg a Tezsú, ugye ott van a tölcsértorkolatos folyó, amitől kicsit tengerérzése van az embernek a parton. Úgyhogy minden megvolt, amit én szeretek. Víz, sirályok, mozaikok, csempék. Úgyhogy nagyon gazdag 4 nap volt. Kimentünk Cabo da Rocára is, ugye a szárazföld legnyugatibb pontjára. Az volt az eredeti cél, hogy elmenjek a világ végére, és Lisszabon közbe esett, útba esett. Hát így volt. Most messze mentünk ezekért a csodálatos látványokért, de valóban azt gondolom, hogy a csoda elsősorban bennünk van, és az, hogy észrevesszük a környezetünkben, az valamennyire kegyelem, valamennyire az önnevelésnek a következménye. Az Európa legnyugatibb fővárosáról szóló teltházas eseményre érkező vendégek szívüket, lelküket feltöltve tértek haza szeptember 20-án. Első alkalommal rendezték meg a Dombó túrt, ami nem csak egy kerékpárverseny, hanem inkább egy élménytúra. A rajtot követően a résztvevők egy 25 kilométeres távot tettek meg Dombóvár körül.
Hagyományteremtő céllal Dombóvár is csatlakozott az autómentes naphoz. Első alkalommal rendezték meg a Dombótúr kerékpárversenyt Gunarasi Rajttal. Sporttanács ötlete alapján megszerveztük a Dombótúr kerékpárversenyt, amit igazán azonban nem is verseny, inkább egy élménytúra. Két kategóriában lehetett nevezni, 15-kor indultak a versenyzők, 15-ra 15-kor, akik tényleg csak túrázni jöttek. Az időjárás kegyében fogadott minket, hiszen, hogy látszik a felvételen is, kiváló idő van, ragyogó napsütés. Azon túlmenően, hogy közösségépítés az elsődleges célunk, nyilván nagyon fontos, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak nem csak a gépjárművel lehet közlekedni, hanem lehet gyalogolni és lehet kerékpározni is. Hál' Istennek egyre többen választják ezt a közlekedési módot. Ugyan nem 4 évszakos, és a domborzati viszonyok nem feltétlenül olyanok, mint az Alföldön, de én arra biztatok mindenkit, hogy legyünk minél többen, akik használjuk a kerékpárt. A majd 25 kilométeres távra két kategóriában lehetett nevezni. Mai napon lényegében a dombovári autómentes napon vagyunk jelen. Ez országos program, egy autómentes hét, amit mindenhol szerte az országban megtartanak. Dombóvár az idei évben annyiban újított, hogy egy helyi kezdeményezés alapján egy Dombótúr kerékpáros versenyt hirdettünk meg a dombóvári lakosok számára. Ennek kettő fejezete van. Van az élmezőny, tehát a jobbak a felnőttek számára, ez a versenyzői kategória, és van egy ilyen hobbi csoport, ahol a családi versenyzés, tehát a családok részvételét tudtuk biztosítani. Ez a kör, ez Dombóvár területén körülbelül 20-22 kilométert ölel fel. A Gunarasi Dombóvár Város Ifjúság tábora, ez az indulási hely, ahol jelenleg is vagyunk, és ez a célállomása is ugyanennek a versenynek, tehát ugyanide érnek vissza a résztvevők 20-22 kilométert letekerve. Elmennek Gunarasból Dombóváron át a Rákóczi utcán keresztül Kaposkulába, ott a vasúti átjárón átmennek Szőlőhegyre, majd a Dózsa-György út vasútállomás Újdombóvár 6. utcán érkeznek vissza. Nagyon fontos, hogy mindenki foglalkozzon az egészségével, minél többet mozogjon, minél egészségesebb életmódot éljen, és hát a napjainkban a környezetvédelem is rendkívül központi kérdés, és erre próbáljuk a mostani alkalommal a mai napon felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy igyekezzünk letenni az autót, és igyekezzünk egy kicsit az egészségünket többet foglalkozni, ha más nem jelképesen kerékpárra ülni, és tekerni egy jót. Az 50 fős mezőnyben minden korosztály képviselte magát. Az elmúlt hetek időjárását nézve nagyon szerencsések vagyunk, hogy ilyen szép időt kaptunk ajándékban még így szeptember végén. Én nagyon örültem ennek a kiírásnak. Már volt egy mountain bike verseny itt Dombóváron, ez az első országúti kerékpárverseny. Én minden ismerősemet arra buzdítottam, hogy jöjjön el, ezt nekünk szervezték, itt a kis térség volt elsősorban a célközönség. Örülök, hogy ennyien legalább eljöttek a városból, örülök, hogy a túrán is nagyon sokan vettek részt. Érdekes volt olyanokkal versenyezni, akikkel nap mint nap találkozunk, és ugye én amatőr kerékpárversenyzős vagyok, egy nagyon jó régi barátommal tekerünk együtt rendszeresen, itt Dombóvár útjain, és ugye a többiek mondogatták, hogy mert majd mi. Szándékosan nem akartunk ebből kimondottan versenyt csinálni, de hát volt más, aki meginduljon, úgyhogy kénytelenek voltunk mi menni. Nagyon jó volt a hangulat. Igen, azért elég szép is verseny kerekedett belőle, azért egy 37-es átlagot ezen a 20 kilométeren összehoztunk, és azért meg kellett küzdeni, hogy a dobogóra fölállhassunk, de szerintem mindenki nagyon élvezte, mindenki megtalálta a maga kis csapatát, baráti körét, akivel együtt végigtekerhet. Kivéve talán a harmadik, ő velünk jött, és hát ugye nem szerettük volna elhozni a célig, így kénytelen volt egyedül betekerni az utolsó 4 kilométeren, de elismerés neki is, nagyon ügyesen tekert együtt velünk. Nagyon élveztem, nagyon jó volt. Ez volt az első ilyen versenyem, már mind ilyen kerékpáros, de szerintem nagyon szuper volt, és jó volt úgy közlekedni, hogy le van zárva minden, és az út közepén tekerettél. A szervezők és résztvevők közös célja, hogy felhívják a figyelmet a kerékpáros közlekedésre és az autók használatának csökkentésére a mindennapokban, és remélik, hogy jövőre sokkal többen fognak részt venni.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, önök a Tolnatáj Televízió Dombóvári magazinját látták. Viszontlátásra!